Kettős ünnep volt a Förhinci kápolnánál a hétvégén. Úrunk színeváltozásának ünnepéhez kapcsolódva Nagy Vendel kiskanizsai plébános tartott szentmisét, valamint arról is megemlékeztek az egybegyűltek, hogy a kápolna idén 260 éves. 1761-ben épült a hagymakupolás barokk szentély a Nagykanizsa melletti Förhénchegyen, amit építészetileg a Kárpát-medence egyik legszebb kápolnájának tartanak. Tudtuk meg Túlman Gézától, aki a szentmisén is felszólalt. Én azt gondolom, hogy itt kettő dolog érvényesül. Az egyik az, hogy mivel ez a hegyen van, ezért azt hiszem az Isten és ember közelség megvalósulhat. Egy évben kétszer van itt búcsúi szentmise. Azt gondolom, azok a gazdák, hívek, akik ide ellátogatnak, itt még közelebb érezhetik magukhoz Istent. A másik pedig, ami a mai ünnep is, hogy ez a transfiguráció Úrunk színe változásának ünnepe, ez pedig talán azt jelenti, hogy nekünk is egy kicsit változni kell, és értékelnünk kell a környezetünket, a természet szépségét, amit a Jóisten adott, és a mindennapi örömöket. És ezért úgy gondolom, hogy a színe változás az azt jelenti, hogy erre jobban kell figyelnünk. Túlman Gézáné édesapjának is ezen a hegyen volt birtoka, ahol a kápolna körüli teendőket is ellátta. Később lánya vette át a helyét, aki hozzá hasonlóan szívén viseli a kápolna sorsát. Talán az, hogy ilyenkor nyár végén egy kicsit összehozza a gazdákat, egy kicsit arra készíti őket, hogy nem csak a birtokon kell dolgozni, vagy éppen szórakozni, hanem el kell jönni a kápolnát meglátogatni, egy szentmisén részt venni. A vasárnapi szentmisére sokan ellátogattak, így voltak olyan hívek is, akik az épület bejáratánál fohászkodtak.